Buongiorno signore e signori e bentrovati alla Lamborghini. A Lamborghini kiállítási területére sosem könnyű bejutni, hiszen gyakorlatilag minden autót és minden métert nagyon-nagyon próbálnak körbevenni, megvédeni. Ugye ez egy nagyon különleges jármű, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a Porsche csoport tulajdonában van pár éve, és nagyon sok Audi belső rész és külső rész is visszaköszön ezeken a kocsikon, de nagyon fontos, hogy itt legyünk, hiszen van egy új autójuk, ugye ők nagyon ritkán mutatnak be autót, ellenben azt gondolom, hogy amikor új autót hoznak, arról mindig érdemes beszélni. Igen, hát legutoljára ugye az Aventador volt, ami nagyon fontos, ugye a Veninóról, amit tavaly néztünk meg, arról nem beszéljünk, mert három darab készült. Most ugye ez pedig a legfontosabb modelljük, hiszen a Gallardót váltja le a Huracán. Bár azt mondom, hogy leváltja, de valójában nem váltja, legalábbis az én szememben, ugyanis a technikát azt egy az egyben örökölt. Tehát ugyanúgy összkerékhajtás, ugyanaz az 5 literes V10-es motor, most kicsit erősebb, tehát 610 lóerős lesz. Emiatt már a 200-ra 9,9 alatt gyorsult, tehát ez is gyakorlatilag elmebeteg sportkocsikat láthatunk itt folyamatosan. Tehát nagyon komoly sportkocsi lett már az alap Lamborghini is. Azt, hogy mellé azt írják, hogy 12,5 liter teszik, hát hiszi a piszi, főleg ha valaki arra használja, amire való. Bár nem tudom, hogy utcán hogy lehet ezzel normálisan közlekedni. Bár 7 fokozatú dupla kutungos váltó van benne. Tehát minden megvan benne, ami szerintem egy fontos, egy ilyen jó sportkocsihoz, de én többet vártam. Tehát ez, hogy ugyanazt a motort örökölte, ugyanazzal a hajtással, ez egy formailag meg egy Aventador, tehát egy valami új, még egy kis ízt belevéhettek volna ebbe a projektbe.